Leáll le a Suezi csatorna áruforgalma, apad a víz a Panama csatornánál. Ott azonban háborús konfliktus is elképzelhető, az északi tenger viszont hajózhatóvá válik. Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Üdvözlöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok, ez a Láncreakció. Akik pedig ma segítenek ezekre a kérdésekre válaszolni, az Bernek Ágnes geopolitikai szakértő, Vukics Ferenc katonai szakértő, és Tir Gábor a moszkvatér.com főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nézzük a mai első témánkat! Két orosz hadihajó haladt át a Bab el-Mandib szoroson, ahol a jemeni hutik november óta támadják a nyugati kereskedelmi hajókat, írja a Reuters. A Varjak cirkáló és a Marsal Szaposnyikov fregat csütörtökön jelent meg a Vörös-tengeren, ez ma a világ egyik legforróbb tengeri konfliktus zónája. A jemeni hutik a gázai katonai műveletek miatt hajtanak végre rakétacsapásokat a nyugati szállítóhajók ellen a Vörös-tengeren, annak ellenére, hogy a térségben brit, amerikai és európai hadihajók igyekeznek biztosítani a forgalmat. Számos teherhajózási vállalat a Suezi csatorna helyett inkább Afrika megkerülését választja, ami nagyjából 3 héttel hosszabbítja meg a szállítási időt, és jelentős drágulást idéz elő. A biztosító társaságok egyre inkább megtagadják, hogy háborús kockázati fedezetet nyújtsanak a Vörös-tengeren közlekedő amerikai, brit és izraeli tulajdonban vagy érdekeltségben lévő hajóknak. Az 1869-ben megnyitott Suezi csatorna építése 1000 mérfölddel rövidítette le az Anglia és Ausztrália közötti távolságot, ma pedig a teljes tengeri kereskedelem mintegy 10%-áért felelős, évente 19 000 hajó halad rajta keresztül 1 milliárd tonna rakománnyal. Az elmúlt hónapokban azonban jelentős forgalom és bevételkiesés volt megfigyelhető. A Suezi csatorna tehát elesni látszik az ottani háborús konfliktus miatt, ami nagyban akadályozza azt, hogy a kereskedelmi hajók eljussanak Európába. Ez komoly problémát jelent. Kezdjük azzal, és Bernek Ágneshez fordulok, hogy egészen pontosan mekkora kiesésről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ezek a hajók nem tudnak áthaladni, vagy nagy részük nem tud áthaladni a Suezi csatornán. Itt nem is tudjuk igazából pontosan megmondani, hogy mekkora a kiesés, ugyanis a Suezi csatornának azért van kiemelt stratégiai földrajzi jelentősége, mert az Európa és az Ázsia közötti kereskedelem gyakorlatilag ezen az irányon keresztül halad. A Kína által meghirdetett új tengeri Sejemút program is, hogyha csak a térképre rágondolunk, akkor ugye a dél-kínai tenger után a hajók Szingapúr érintésével átmennek a Malakaszoroson, a Malakaszoros is egy kiemelt folytópont, majd pedig az indiai óceánon keresztül, a Bab el-Mandeb, ugye ez a Vörös-tengernek a bejárata, így jutnak be a Vörös-tengerbe, és ezen keresztül fognak majd utána átmenni a Suezi csatornába, hogy a földközi tengeren gyakorlatilag kiussanak, és nem véletlenül Pireusznak ezért van stratégiai jelentősége, mert amikor a kínai elnök legutoljára Pireuszba látogatott, akkor azt mondta, hogy Pireusz a kínai sárkánynak a feje. Pireusz gyakorlatilag a konténerszállító hajóknak a legfőbb európai belépési pontja. A baj a folytópontok esetében, és így a Suezi csatornán és a Bab el-Mandebnél és mindenfajta geopolitikai konfrontáció esetében az a baj, hogy nagyon nehéz őket kikerülni. Mert ugyan itt hallottuk az előbb, hogy Afrikát is meg lehet kerülni, de hát a logisztikának mindig is az alapja az a költség szempontok, a költség minimalizálás szempontja, nem csak, hogy az útvonal sokkal hosszabb ideig tart, hanem lényegesen drágább is lesz, ami előbb-utóbb majd a fogyasztói árszínvonalban is megjelenik. Most ugye, tehát a tengeri kereskedelem egy nagyon nagy része a Suezin megy keresztül, a legnagyobb, ezt majd megerősítik. Önök mióta beszélhetünk a Suezi csatornáról, úgy, mint arról a tengerszorosról, ami ezt a hatalmas forgalmat bonyolítja? Hát ez igazából a II. Világháború után indul be ennek a csatornának az igazi kereskedelmi jelentősége, és hát nem véletlen, hogy olyan sok katonai konfliktus is kirobbant a magának a csatornának a birtoklásáért. Nem véletlen, hogy a végén a sínai félszigetnek a kérdésköre, hogy vajon melyik országhoz tartozóan ilyen súlyos problémákat okozott, hogyha egy átlag izraelit megkérdezünk, azért még a szívük mélyén úgy gondolják, hogy a sínai félsziget az
az még hozzájuk tartozik. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon régóta, bár azért tudjuk, hogy történelmileg annak idején még fárók is voltak, akik ugyanebben az útvonalon szerették volna ezt a szorost valamilyen úton, módon megnyitni, viszont mint minden folytópontnak az a problémája, hogy ahol leszűkül a lehetőség a kereskedelemre, az természetesen sérülékeny is a katonai támadásokkal szemben, illetve a különböző geopolitikai feszültségekkel kapcsolatban. Most ezt tapasztaljuk a Vöröstengernek a teljes hosszában. Igen, néhány adat, és akkor Gáborhoz fordulok. A földközi tengert és a Vöröstengert köti össze a szuezi csatorna. Ugye ez jelenti a legrövidebb összeköttetést Európa és az Indiai óceán, illetve a Csendes óceán nyugati része között, és egyidejű forgalmat is lehetővé tesz mindkét irányba. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez valahol a világkereskedelmének a szívcsakrája. Az egyik szívcsakrája, és hogy mennyire így van, azt mutatta a 2021-es baleset is, amikor a világ legnagyobb konténerszállító hajója zátonyra futott, és 6 napig állt a forgalom, és azonnal éreztük a boltokban, a saját bőrünkön, tehát ennyire fontosak ezek a folytópontok, ezek az áteresztő csatornák, és hogy... Ja, hogy ezért fontos a mindennapi ember számára ez, mert a boltokban azzal szembesülnek, hogy ami eddig X volt, az most X-szer 3. Így van, tehát nem csak az, hogy infláció gerjesztő hatása van, tehát árfölhajtó hatása van, hanem azt is például, hogy bizonyos áruk eltűnnek az európai polcokról, vagy hónapok hosszat kiesnek. De például gyógyszer. Egyszerűen vagy elektrotechnikai eszközök, alkatrészek, amit kapásból nem tudunk, nem azzal találkozunk, de emiatt nem tudnak összeszerelni. Szóval nagyon fontos szerepet töltenek be ezek. Például a szuezi csatorna az élelmiszer szempontjából az egyik legnagyobb áteresztő, más szempontból is, de abban az egyik legnagyobb áteresztő képességű. És a Bábel-Mandeb szorosra visszatérve, és a Vöröstengeri konfliktushoz, ezeket a folytópontokat mindenki ellenőrizni, próbálja ellenőrizni, akarja. Így például egyrészt a Hutik vagy Huszik megpróbálják a saját előnyükre kihasználni azt a helyzetet, hogy Jemenben ők még fontosabb szerepet játszanak a különböző törzsek között. A másik pedig az, hogy Irán. Irán rajtuk keresztül nem csak így már a Hormuzi szoros tudja ellenőrizni, hanem hatással van a Bábel-Mandeb azon keresztül a szuezi csatorna forgalmára is. És még egy dologra fölhívnám a figyelmet, hogy mennyire odafigyelnek a nagyhatalmak. Nem csak arról van itt szó, hogy különböző hajók jelentek meg jelennek meg ilyenkor a Vöröstengernél, hanem arról is, hogy különböző szervezeteket hogy bővítenek, tehát milyen új tagokat vesznek föl, és mi a megfontolás ezek mögött. Például a BRICS nem a gazdasági súlya miatt került be mondjuk Etiópia, hanem ha megnézzük a térképet, hol van Etiópia, azon keresztül mit lehet ellenőrizni, tehát ugyanezt, amiről beszélünk, ezeket a csatornákat, és még egy utolsó gondolat, hogy az sem véletlen, hogy minden fontos nagyhatalom valamiféle katonai bázist épít Djiboutiban. Csak hogy érzékeljük a témának a súlyát, amikor a hajók nem tudnak a szuezi csatornán áthaladni a háborús helyzek, a hutik támadásai miatt, akkor nekik Afrika felé kell kerülniük, a jó reménység fog felé, ez plusz 18 napot jelent, és Amerika egy hatalmas kontinens. Pontosan így van, ez a legnagyobb probléma mindig a folytópontokkal, hogy a folytópontoknak van egy maximális kapacitása, nem véletlenül az, hogy például a hajón, illetve egy mekkora hajó mehet át a szuezi csatornán, ennek is már a hajókat is úgy nevezik el, hogy Suez Max, ütelve arra, gyakorlatilag utalva arra, hogy a maximális méretű a hajó, ami egyáltalán átfér a szuezi csatornán. De pont azért, hogy a szuezi csatornának sokkal nagyobb legyen a forgalma, ugye Egyiptom bővítette a szuezi csatornát, hiszen kiépítette már a nagykeserű tó feletti szakaszon ennek a paralel szakaszát, tehát a Murphy törvény olyan, hogy amikor az Ever Given beszorult, akkor az pontosan a szuezi öbből felüli részén szorult be, de
egyiptomi kormány már bejelentette, hogy ezt is bővíteni fogja. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy pont azért, mert ezek a folytópontok mindig nagyon sérülékenyek, és hogy az előbb ugye hallottuk azt, hogy ezek geopolitikailag és nagyon-nagyon érzékeny területen vannak, mindig nagyon nagy kérdés, hogy mindehhez vagy mindezzel kapcsolatban milyen szárazföldi összeköttetéseket tudnak gyakorlatilag megvalósítani. Az egyik egészen különleges ilyen alternatívája ennek, nem csak a Szuezi tartónának és a Bab-el-Mandebnek, hanem legfőképpen a Hormuzi szorosnak, a Perzsa-öböl kijáratának. Hormuzi szoros is ugye egy nagyon érzékeny geopolitikai terület. Hormuzi szorosnak a jelentőségét az adja meg, hogy ez a legnagyobb forgalmat gyakorlatilag lebonyolító folytópont, és a világ kőolajkereskedelmének, ami a Perzsa-öbölből megy, az gyakorlatilag az Ázsia felől irányuló részének is, gyakorlatilag ezen keresztül megy át. Úgyhogy mind Kína, mind Oroszország, Irán és India együttműködésében ahol aláírták az észak-dél közlekedési folyosóról való kiépítés, mindig is egy törekvések a nagyhatalmaknál és a regionális hatalmaknál, hogy milyen alternatív, hát azt szoktuk mondani, félig szárazföldi, félig tengeri útvonalakat lehet kiépíteni. Most beszélünk a háborús konfliktus részéről, itt a Vörös-tengeren, a Bab-el-Mandeb szorosban, hiszen ez okozza a problémát, amiért nem jutnak át az olajtankerek. Decemberben megjelentek a brit-amerikai, nemrég pedig uniós országok hadihajói, hogy védelmezzék ezeket a nyugati hajókat, és eljusson Európába az árucikk. De most, és ez még nem fordult elő, orosz cirkálóhajók jelentek meg a Vörös-tengeren. Mi lehet ennek az oka, és eszkalálhatja ez a konfliktust? Hát először szerintem azt tegyük rendbe, hogy mi miatt kellett egyáltalán védeni ezeket a hajókat. Ugye kirobbant a gázai konfliktus, aminek az egyik legnagyobb támogatója a Hamas részéről maguk a jemeni huszik, akik mindenképpen szeretnék, hogy valamilyen úton, módon az izraeli műveletek leálljanak, és valami fajta tűzszüneti megállapodás történje meg. Ebben az irányba ők nagyon elkötelezettek, és ettől a pillanattól kezdve pedig minden olyan országot, akit úgy gondoltak, hogy támogatják ezt a konfliktust, azokat felelősnek tartották a gázai eseményekért. Ennek a következményei voltak azok a támadások, amelyeknek a végén ugye elsősorban amerikai, izraeli, először izraeli, aztán amerikai és brit érdekeltségű hajókat kezdtek el megtámadni, és ugye ezeknek a biztosítására érkeznek meg a nagyhatalmaknak a hajói, majd ezután Európának különböző országa is csatlakoznak ehhez a folyamathoz. Itt ilyenkor ugye a huszik többször felhívták a figyelmet, hogy minél több szereplő jelenik meg, annál inkább úgy érzik, hogy ők támadó vannak, tehát akkor bővíteni fogják a nemzetiségeket, azoknak a zászlóknak a számát, amelyeket ők esetleg támadni fognak. Eddig azt láttuk, hogy ezek a támadások akármennyire is fejlett légvédelmi eszközöket vittek, bizonyos részében sikerrel tudtak járni. Az Egyesült Államok csapásokat mért a huszi légierőre, csapásokat mértek a különböző a rakétakapacitásokra, és ettől függetlenül nem tudják megakadályozni a támadásokat. Ez amiért nem véletlen, ezt ugye már a szaúdiak is tapasztalták. Még egy nagyon fontos dolog, hogy maga ez a össznemzeti véderő, ami összegyűlt ennek a szorosnak a védelmére, ezekből a környebeli országok inkább kimaradtak. Tehát nem szívesen akarnak ebben valamilyen úton, módon részt venni. Például az Egyesült Államok főszövetségesének tartott Szaúd-Arábiának sem érdeke, hogy tovább feszítse a húrt. A nemrégiben béketárgyalásokat folytattak ugye a huszikkal, hogy ezt valahogyan felrúgják. Miért beszélünk erről? A világ globális kereskedelem több mint 80%-a zajlik a tengereken keresztül. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy a háborús konfliktusok hogyan blokkolják ezeket a csomópontokat, és ezt látjuk számos esetben. Egész pontosan 8 szoroson halad keresztül az összes tengeri sztráda, hogy így fogalmazzak. Így van, de még előtte engedj meg egy gondolatot az alternatív útvonalak kapcsán, és itt a Bab-el-Mandeb szoros kapcsán, tehát az, hogy Irán befolyással van erre a szorosra, az fölértékeli azt a kiegészítő részben szárazföldi, részben tengeri, észak-déli közlekedési folyosót, ami most éppen épül, kialakul, tehát a orosz Szentpétervártól Mumbáig,
és ebben saját szerepét erősíti föl Irán, és még egy apró dolog, nem is olyan apró, hogy közben sakkban tartja Szaúd-Arábiát azzal, hogy ott a szorosban feszült a helyzet. Egyébként pedig akkor a folytópontokra, tehát igen, 8 ilyen szűk keresztmetszet, folytópont van. Kedves nézőknek meg is mutattuk az előbb, de szerintem megfogjuk még. Tehát igen. A Lamas-csatorna, a Gibraltári szoros, Magellán-szoros, beszéltünk a Hormuzi szorosról, a Malakka-szorosról, ez hát az ázsiai forgalmat ezen keresztül bonyolítják, és ez is egy óriási forgalmat lebonyolító átkelő. Ez Szingapúr és Indonézia között van, a szuezi, panamai, Boszporusz csatornák, és azok az országok, amelyek ezek mentén a folytópontok mentén vannak, azok geopolitikai értelemben fölértékelődnek. Nem véletlen az sem, hogy Törökország a Boszporusz mellett még építi az isztambuli csatornát, ott van mellette még a Dardanellák, szóval aki uralja ezeket a szűk keresztmetszeteket, az befolyással van a világ kereskedelmére, a világ politikai folyamataira, és visszatérve arra, hogy az két orosz hadihajó miért ment oda, hát azért, hogy ne csak az amerikaiak, a britek és az európaiak idézőjelben osszák ott az észt, hanem jelezzék az oroszok ezzel azt, hogy ők is itt vannak, ők is ellenőrzik a dolgokat, mert egyébként őket nem fenyegetik a huszik. De beszéljünk a Hormuzi szorosról, a másik fontos csomópontról, Egyesült Arab Emirátusok, Ománi öbből, csak hogy kicsit közelebb hozzuk a nézőkhöz. Itt a tengeri olajszállítmányok 30%-a halad át, és a világ legnagyobb tankerhajóit képes fogadni. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik itt. Itt nem a jemeni hutik okoznak gondot, hanem Irán és Amerika között van egy hatalmas feszültség. Irán támogatja a jemeni hutikat, és emlékszünk rá, hogy itt volt olyan eset, hogy tankerhajókat elvettek egymástól, lefoglaltak. Igen, ez egy nagyon nagy probléma, pontosan az iráni és az Amerikai Egyesült Államok szembenállása, nem véletlenül Irán, ha bármi úgy érzi, hogy bármilyen fenyegetés érte Iránt, akkor mindig azzal szokott fenyegetőzni, hogy lezárattatja a Hormuzi szoros, hiszen a Hormuzi szoros tengerjogi értelemben az Omán és Iránnak a közös területe, és ez a Hormuzi szorosnak azért van kiemelt fontossága, mert jelenleg a tengeri kőolajszállítások legnagyobb része ezen keresztül megy át, úgyhogy a Hormuzi szoroson keresztül bármilyen probléma van, akkor azonnal látható, hogy a kőolajnak a berelenkénti ára az határozottan elkezd fölfelé menni. De és ezt mi is megérezzük azért, Természetesen, hiszen az előbb-utóbb ez az árszínvonalban, minden egyes áruciknek az árszínvonalában ez meg fog jelenni. De pontosan azért, mert a Hormuzi szoros nagyon érzékeny, és nem véletlenül például a Kínába vagy a Japánba érkező kőolajszállításoknak is a legnagyobb része az a Hormuzi szoroson keresztül megy át, hiszen ez a legrövidebb útvonal a logisztikában, ez egy meghatározó elem. Majd átmegy az Indiai-óceán, és egy előbb Gábor mondta, Malakka szoroson. Professzor asszony, arra ugyanúgy felszakítom, amikor erről beszélünk, hogy az árak hogy szabadulnak el, akár a magyar kutakon, mert nem tudnak áthaladni a hajók, beszélünk, hogy a biztosító társaságokról, mert hogy egy jó részük már nem hajlandó biztosítani ezeket a tankerhajókat, mert annyira háborúsnak érzik ezt a helyzetet. Itt konkrétan amerikai, brit-izraeli hajókról van szó, ez mennyire drágíthatja meg például az olajárat, vagy mennyire lehetetleníti el a kereskedelmet? Hát ez nagyon-nagyon jelentős mértékben drágítja az árat, pontosan, de már annyira érzékeny a helyzet, hogy már azért nem hajlandók rá biztosítást kötni, hiszen úgy tudják, hogy már fölmérhetetlen az, hogy egy ilyen háborús cselekménynek milyen hatása lesz. De pontosan ezért, amire az előbb akartam mutatni, hogy nagyon-nagyon fontos éppen ezért, hogy milyen alternatív útvonalakat lehet találni. Például Kínának az egyik legnagyobb építkezése Pakisztánban a Gwadari kikötő. Gwadari kikötőnek az a jelentősége, hogy ez legközelebb van Pakisztánban a Hormuzi szoroshoz, és mivel Pakisztán szárazföldileg határos Kínával, éppen ezért ez egy alternatív lehetőség, hogy csak Gwadarig mennek el a kőolajszállító tankerhajók, és majd onnantól kezdve a most épülő szárazföld és közúti közlekedésen jutnak el például Kínába. De ugyanúgy látható, hogy a Malakka-szorosnál is például a Maláj-félszigetnek a keleti részén a Kuantáni kikötőt nagyon jelentősen gyakorlatilag teljesen felújították.
kiépítették a mélyvízi tengeri kikötőt, aminek az a jelentősége, hogyha Kuantánban vannak a hajók, tehát tegyük föl, Kínából jönnek ezek a hajók, akkor Kuantánból már kiépítették a Maláj-félszigeten keresztbe a szárazföldi összeköttetést Kuala Lumpurral, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell, hogy bemenjenek a Malakaszorosba, ez a kínaiaknak nevük is van erre, ezt úgy szokták nevezni, hogy a Malaka-szindróma. Hogyan lehet ez kikerülni, hiszen a kínai stratégiai gondolkodásmódnak mindenfajtaképpen az a lényeg, hogy a diversifikációra hogyan lehet törekedni, és hogyan lehet kiépíteni mindig alternatív, például kikötőket, vagy alternatív útvonalakat. Most nézzük meg, hogy hol vannak még komoly problémák és válságok a csomópontoknál, most ez következik. Csökken a vízszint a Panama csatornánál. A nemzetközi kereskedelem egyik legfontosabb útvonalának az elmúlt években egyre szélsőségesebb aszályokkal kellett szembenéznie. A 77 kilométer hosszú Panama csatorna a közép-amerikai Panamában található mesterséges vízi út, amely a Csendes és az Atlanti óceánt köti össze 1914 óta. A csatorna kulcseleme a hajókat 26 méter magasra emelő zsiliprendszer, amelyen évente mintegy 15 ezer hajó halad át. Mivel rendkívül kevés eső esett a csatorna vízszintjét fenntartó Gatunto vízgyűjtő területén, a szárazság miatt a panamai hatóságok annyira lecsökkentették a tranzitrés időket, hogy a Maersk dán fuvarozó óriás inkább vasúton szállítja át Amerikán a rakományait. A csökkenő vízszint már azzal fenyeget, hogy a száraz évszakban teljesen le kell majd zárni a két óceánt összekötő átjárót. Jelenleg mesterséges vízgyűjtő területek kiépítésén dolgozik a panamai kormány, ám ennek befejezése évekbe telhet. És akkor az ezredes úrhoz fordulok, mi a jelentősége a Panama csatornának a világ kereskedelmében, áruszállításában, itt az Atlant és a Csendes óceánt köti össze? Hát ugye pont ugye az amerikai kontinens szinte ketté vágja, és biztosítja, hogy a lehető legszűkebb átjáró, a legszűkebb részén, ahol a kontinens a legszűkebb, ott egy átjárót biztosít a keleti és a nyugati parti. Például az Egyesült Államoknak a gazdasága szempontjából egy létfontosságú kérdéskör, de ugyanígy a különböző keleti parton lévő nagyvállalatok és mondjuk Ázsia irányába történő szállítások kapcsán, és ugyanez megtörténik Japán viszonylatában, vagy a kínai termékek viszonylatában, szintén az amerikai keleti partnak az irányába. Tehát ez egy óriási jelentőségű, nagyon nagy kérdés, hogy az elmúlt években miért nem történtek olyan fejlesztések, amelyek például ezeket a problémákat, amelyek most megjelentek, ezt kiküszöbölték volna, és ez döntő részében azt kell mondjuk, hogy egy kicsit a felelőtlenségnek is betudható. Tehát túlságosan sok ment el szerintem arra, hogy maga a panamai kormányzat hogyan van befolyásolva a hegemon hatalom által, miközben azért lokálisan egyszerű gazdasági feladatokat, vagy biztonsági, kereskedelmi biztonsági feladatokat is meg kellett volna tudni oldani. Milyen tervek vannak arra nézést, hogy feloldják ezt a problémát, a Panama csatornának a problémáját? Tehát rengeteg hajó akad el. Az egyik legfontosabb terv egyébként, hogy maga a panamai kormány már jelentősen egyébként bővítette a Panama csatornát, hiszen mindig újabb és újabb azáltal, hogy Panama Max, ez is azt jelenti, hogy azok a legnagyobb hajók, amelyek átférnek, és a legutolsó bővítésnél ez azt jelentette, hogy a Gatuntő előtti, tehát hogyha az Atlanti óceáni partvidéket nézzük, több úgynevezett lokkot beépítettek, hiszen itt a Panama csatornának ugye a legnagyobb problémája az, ez nem a Suezi csatorna, ahol a tenger vízszint feletti magasság az ugyanolyan, meg sivatagon megyünk át, hanem úgynevezett lokkokkal, magyarra fordítva, vízliftekkel emelik föl a hajót, tehát több ilyen vízliftet beemeltek, és majd amikor a Gatuntó szintjére fölemelik a hajót, akkor a másik, a csendes óceáni partvidéken újra ugyanilyen lokkokkal, vízliftekkel leteszik. A bővítést ugyan elvégezték, tehát több újat beépítettek, csak az a baj, hogy ehhez nem építettek ki elég új víztározót. És hogyha ilyen katasztrófa előfordul, hogy nincs elég csapadék, akkor a Gatuntónak a vízszintje olyan mértékben csökken le, hogy ezekbe a lokkokba, a vízliftekbe már nem tudnak elég vizet betenni, és hát gondoljuk el, hogy itt hatalmas nagy konténerszállító hajókról van szó, úgyhogy ez innentől kezdve gyakorlatilag pontosan ez egy ilyen felelőtlenség, hogy ilyen fejlesztések miért nem voltak. A Panama csatornának egyébként a jelentősége akkor jelenik meg igazán a legnagyobb mértékben, amikor maga a konténeres áruszállítás egyre elfogadottá válik. Ez megindul az 50-es évek végén, de igazából ennek a hatalmas nagymértékű felfutása, ez a 90-es évek, ugye a szabadkereskedelem, gyakorlatilag ugye hát amit mondtak akkor, hogy a mindenható liberális világpiacnak a kiépítése.
innentől kezdve erősödik meg ennek nagyon-nagyon a szerepe, de jelenleg egyébként a Panama csatornának, hogyha az a kérdés, hogy milyen alternatív útvonalak vannak, már sokkal korábban, mielőtt a csatornát megnyitották, kiépítették a vasúthálózatot. Tehát van vasúthálózat. Épp ezt akartam azon kérdezni. Azon keresztül lehet vinni a konténereket, csak át kell rakni. És a logisztikai szempontból minden átrakás, az költségszínvonal növekedés jelent jelentősen, és nagyon-nagyon fontos, gyakorlatilag megint az időtényező az még tovább emelkedik. De ez is egy nagyon érdekes terv volt korábban, például a nicaraguai kormány bejelentette, hogy Nicaraguán keresztül is ki lehetne építeni egy új csatornát, de hát mint az ilyen nagy bejelentések, általában csak nagy politikai bejelentés volt, de aztán megvalósítást ezt nem követte. A professzor azt mondja, alternatívát említett. Na most adódik a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mind a Suezi csatorna, mind a Panama csatorna egyszerűen leáll. Tehát nem tudják bonyolítani azt a forgalmat, amit eddig. Mi történik a világkereskedelemmel? Óriási probléma. Hogyha egyszerre mind a kettő, az rendkívül nagy problémát okoz. Visszatérve a Panama csatornára például, az, hogy az áteresztő kapacitás lecsökkent, érezhetően is lecsökkent, ez az amerikai gabona szállítmányok versenyképességét például nagyon-nagyon erősen visszavetette. Sokkal versenyképesebb az orosz, vagy éppen a francia, vagy a román, és ez nem csak Amerika gazdaságára, hanem a világ élelmiszerellátására is komoly hatással van. Mind a két csatorna, most az említett két csatorna nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a világ élelmiszer ellátásában, és ha ez a két csatorna egyszerre dugulna be, állna le, akkor komoly élelmezési problémák is jelentkezhetnének, és jelentkeznének is, ne adja Isten. És még egy dologra hívnám fel a figyelmet, itt nagyon sokat beszéltünk a geopolitikáról, de a földrajznak egy másik része, adott esetben az éghajlatváltozások, milyen fontos szerepet játszanak, akár a Panama csatorna esetében, hogy korábban több volt az eső, most kevesebb az eső, és még egyetlen egy dolog, hogy vannak ilyen kisebb áteresztő pontok is, például a dániai csatorosok, és egy ez friss a Balti-tengert és az északi. Így van, és egy friss hír például az, hogy a úgynevezett orosz árnyékflottát próbáljuk, hát olajszállító flottát próbálják most ott blokkolni azzal, hogy ezek a hajók nem fogadnak révkapitányt, tehát helyi vezetőt, és így most valamilyen módon, mivel egy nemzetközi vizek, és nem nagyon lehet rájuk úgy külön, vagy lezárni, kizárni, kiszorítani őket onnan, itt nem a földrajznak a mondjuk az éghajlatváltozási ága, hanem a geopolitika kezd bejönni, tehát az, hogy Oroszországra nyomást gyakoroljanak, akár egy ilyen kis szoroson is keresztül. Most rövid szünet következik, azután azzal folytatjuk, hogy Alaszkában több mint 8000 amerikai katona részvételével tartottak nagyszabású hadgyakorlatot február végén, és beszélünk az Északi-tenger kérdéséről is, hogy ott vajon milyen lehetőségek vannak, maradjanak velünk. Folytatódik a Láncreakció adása, a stúdióban továbbra is Bernek Ágnes geopolitikai szakértő, Vukics Ferenc katonai szakértő és Tir Gábor a moszkvatér.com főszerkesztője. Folytassuk tehát a háborús konfliktusok és a világkereskedelem átalakulásának összefüggéseit, mégpedig az Északi-tengerrel. Megnőtt az igény az Ázsiát Európával összekötő alternatív útvonalak iránt, például az Északi-tengeren. Az orosz elnök meghívta a külföldi logisztikai vállalatokat és államokat, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Vlagyimir Putyin arra kérte a kormányt, a regionális hatóságokat, illetve a Rosszatom állami vállalatot, hogy fontolják meg egy egységes tengeri szállítási folyosó létrehozását, amely Északnyugat-Oroszországtól a Távol-Keletig tart. Ez a legrövidebb tengeri útvonal a Távol-Kelet és Európa között, de csak jégtörő hajókkal használható. Oroszország 10 új kikötő építését tervezi az útvonal mentén, és már érezhetőek ennek a kereskedelmi átalakulásnak a jelei. Tavaly 36 millió tonna áru haladt át az Északi-tengeri útvonalon, és ez már ötször több, mint a Szovjetunió idejéből származó rekordszám.
Az északi-tengeri útvonal bővítése Kína és India érdeke is. A dél-ázsiai ország azt tervezi, hogy az Európával való kereskedelem új útvonalaként használja majd. Tehát északi-tengeri kereskedelem, ez egy egészen új alternatíva. Mekkora kereskedelem bonyolódhat India, Kína és Európa között az északi-tengeren keresztül? Az északi-tenger jelenlegi kereskedelmi forgalma, ez elsődlegesen Oroszország és Kína egyre növekvő kereskedelmét jelenti. Nagyon érdekes, hogy például, mivel hogy a Rosszatom építi ki a jégtörő hajókat, a Rosszatomnak az egyik vezetője azt is nyilatkozta, hogy 2022 és 2023 között, ugye ennek az a jelentősége, hiszen ugye a háború révén hatalmas szankciókat kezdtek meg Oroszországgal szemben, 30%-kal nőtt az útvonalnak a forgalma, ami egy nagyon-nagyon jelentős bővülés, de el kell mondani azt is, hogy a lebonyolódó kereskedelemnek körülbelül a felét azt az orosz LNG szállítások teszik ki, ezt pedig a Jamal félszigeten felépítették az Ob folyó torkolatánál az Ob-öbölben a Szabetta kikötőt, ez az oroszoknak a vadonatúj és egyben a világ legnagyobb sarkvidéki kikötője. Összesen 30 kikötő épült, ugye? Ha jól tudom, 30 kikötő. Igen. És innen indul ki gyakorlatilag az LNG szállítási útvonal, és pontosan elől megy a jégtörő hajó, és utána jön az LNG szállító tanker, de a Szabetta kikötő, ez jelenleg a világ legnagyobb sarkvidéki kikötője, és a másik, ami nagyon-nagyon komoly fejlesztések vannak most, ezt az előbb is hallottuk, hogy a DP, ez a Dubai port, ez a világ egyik legnagyobb kikötő, üzemeltető és legnagyobb logisztikai cége, nagyon jelentős egyezményeket és megállapodásokat írt alá az Orosz Federációval, a tekintetben, hogy teljesen új, logisztikailag is ki fogják építeni ezt az útvonalat, tehát például a Dugyinkai kikötőt, tehát a korábbi nagy, elsődlegesen ezek kisebb folyami kikötők voltak csak a jeges-tengeri partvidéken, ezeket is teljes egészében újraépítik. Ez egy nagyon nagy szó jelenleg. Stier Gábor reagál az orosz szára, de belefűzök egy kérdést, hogy ez az északi-tengeri útvonal jóval rövidebb, mint a Suezi csatornán keresztül vezető hajózási út, viszont amit professzor asszony említett, hogy ide jégtörő hajók kellenek meg atomtenger alatt járók talán, mert a téli időszakban hónapokra befagyhat a tenger, ezt kell az oroszoknak is megoldaniuk. Így van, ezt részben az oroszok oldják meg, egyébként 13 nappal rövidebb az északi tengeri útvonal, mint a Suezi csatornán keresztül. Tehát egyrészt az oroszok oldják meg, látványos ütemben fejlesztik a Rosszatom atommeghajtású jégtörő flottáját. Ez az egyik dolog. A másik részt pedig az éghajlatváltozás oldja meg, az kicsit lassabban. Olvad a jégsapka. Olvad a jégsapka, és egyre inkább hajózhatóvá válik ez az útvonal. Tehát akkor, mikor az előbb a kapacitásokról beszéltünk, tehát ez az évi 36 millió tonna, ez még semmi ahhoz képest, amilyen lehetőségek vannak ebben az útvonalban. És hogy ezeket Putin, a lehetőség... Egyébként Putin kvázi meg is hívta a világkereskedelmi nagy cégeit, hogy ugyan jöjjenek az Északi-tengerre. Természetesen meghívta, mert ugye ez óriási üzlet, ez az egyik része, egyébként másik oldalról pedig nem a kereskedelmi cégek, hanem az országok, tehát katonai biztonságpolitikai szempontból is figyelnek erre az útvonalra, nem csak Oroszország épít, nem csak kikötőket, hanem katonai bázisokat is, hanem például azért felhívnám a figyelmet arra, hogy Finnország és Svédország NATO tagsága véleményem szerint egyértelműen összefügg azzal, hogy a NATO északi szárnyát megerősítsék, mert ez az útvonal, ez stratégiai szempontból nagyon-nagyon föl fog értékelődni a közel. Hát nem a középtávon, nem a közeljövőben. A vezetés hogy látja? Ugye hát jelen pillanatban ott tartunk, hogy megpróbálják teljes egészében a nyugati gazdaságokat elszeparálni az orosz gazdaságoktól. Ez pedig azt hozza magával, hogy Oroszországnak ezen az útvonalon azért is kell növelnie a szállításokat, mert így tudja azokat az energiaforrásokat eljuttatni, vagy a erőforrásokat eljuttatni amúgy az ázsiai gazdaságoknak a támogatására, amelyeket eddig amúgy Európában
oroszlánok adott át. Tehát ez elsősorban az oroszok számára fontos, itt ne felejtsük el, hogy a Bering-szoros itt is egy folytópont tud lenni, ráadásul itt még mindig nincs megegyezés bizonyos területeknek a hovatartozásáról, mert a 90-es éveknek az elején amúgy kötött egy megállapodást az Oroszország és az Egyesült Államok bizonyos területeknek a felosztásáról. Itt a Bering-szoros, illetve Alaszkánál tartanak most hat gyakorlatot az amerikaiak. Mindenki. És ott van közel Oroszország. Mindenki, mert jelen pillanatban most az zajlik, hogy ugye vannak területi követelések egymással szemben, viszont igazából katonai erőt csak Oroszország épített ki jelentőset ebben a térségben, a régi szovjet bázisokat mind felújították, új katonai erőket telepítettek ki. Például a skandináv elemzők azt mondják, hogy a nyugatnak legalább 10 évre van szüksége, hogy Oroszországot az ebbeli képességeiben utolérje. Ez a jégtörő flottákra is vonatkozik, ugye nagy nehéz jégtörőkből atommeghajtásúból 80 az oroszoknak, körülbelül 30 van a dízel meghajtásúból, és ugye tervezik, hogy legalább 100 Arctic osztályú hajóval rendelkezzenek ebben a térségben. Itt, hogyha összeadjuk a többieknek a teljesítményeit, akkor mindenkit össze kell adni ahhoz, hogy az orosz képességeket valahogyan össze tudják adni. De ez is történt, mert a északi sarki tanácsban, ahol korábban kiváló együttműködés volt, tehát a nemzetközi együttműködéseknek egyik példaértékű szervezete volt, az ukrán orosz háború kirobbanásának után egy hónappal igazából felmondták ezeket a korábbi egyezményeket, és a 8 szereplőből egy maradt Oroszország, és 7 másik ugye egy katonai tömbhöz csatlakozott azzal, hogy megtörtént az északi bővítése a NATO-nak, teljesen egy katonai tömbhöz tartozik szinte minden szereplő, ami ebben azért is érdekes, mert azért vannak olyan területek, ahol együttműködés van, például Svalbardban, ami NATO terület, vegyük azt, hogy norvég területként NATO terület, de közben pedig orosz konzulátus, szénbánya, katonai és rendőri egységek is tartózkodnak ezen a területen. Tehát még inkább tovább bonyolítja a dolgokat. Mindjárt foglalkozunk a katonai jelentőségével is a területnek, az északi tengernek, Arktisznak, de hogy miért beszélünk az Arktiszról? Miért, mi a jelentősége ennek? Az Arktisz rejti a világ legnagyobb, még felfedezetlen olaj- és gáztartalékát, hogy adat feltételezések szerint 90 milliárd hordó kőolaj, jelentős mennyiségű földgáz és 44 milliárd hordó cseppfolyósított földgáz található az északi sarkon. És kiegészítve azzal, hogy a ritka földfémek, ugye amiért most a legnagyobb harc folyik a világon, ritka földfémek terén is hatalmas nagy tartalékokkal rendelkezik, tehát nem véletlenül az Orosz Federációnak elsődleges érdeke az, hogy be tudja bizonyítani, hogy az úgynevezett Lomonoszov hátság, ugye ez tengerjogi értelemben egyáltalán nem mindegy, hogy a Lomonoszov hátságig gyakorlatilag ez orosz felségterület, mert akkor ez innentől kezdve Oroszországnak a tulajdonjogát fogja jelenteni. De még egy kiegészítést szeretnék tenni, visszatérve az előbbihez, ugye, hogy ami miatt nagyon-nagyon fontos Oroszországnak ez az új jégestengeri vagy északi hajózási útvonal, mert ugye Európa drasztikus mértékben leválik az orosz földgázról, de az oroszoknak valahova földgáz nyilvánvalóan el kell adni, és éppen ezért az LNG és a jégestengeri útvonalnak kiemelt jelentősége van. Ezért van az, hogy a jégestengeri útvonalon lebonyolított kereskedelemnek, és körülbelül több, mint a fele az LNG-t jelent, és egyébként jelenleg Oroszország ott tart, hogy már a világ negyedik legnagyobb LNG exportálója, úgyhogy Oroszország számára ez egy létkérdés, hiszen a földgázt így LNG formátumban tudja eladni. Röviden még egy témánk lesz. Igen, tehát Oroszország számára az jelen pillanatban egy egérút Ázsia felé. Igen. Egyébként Kína is komoly érdeklődést mutat az északi hajózási útvonal iránt, és még egy nagyon fontos dolog, hogy azért ne felejtsük el, hogy ennek az útvonalnak az 53%-a az orosz partok mentén halad, orosz felségterület, tehát az, hogy jelen pillanatban elsősorban Oroszország használja ki, az magától értetődő, megint csak ott vagyunk, hogy rá kell nézni a térképre, és akkor abból sok minden látható, és egyetlen egy gondolat, hogy a közeljövő vitái, mert ugye itt területi viták vannak, itt Ágnes már említette, de ennek kapcsán fölhívnám a figyelmet, hogy az északi, tehát az Arktisznak a tengerjogi, meg minden jogi szabályozása rendezetlen, például a déli sarkvidékkel, az Antarktisszal szemben. És még egy dolog, tehát az, hogy az Egyesült Államok az ENSZ tengerjogi egyezményét
nem írta alá, vagy nem ratifikálta. És akkor, ahogy már megelőlegeztem, most következik arról egy rövid összefoglaló, hogy miért lehet háborús konfliktus terepe az Északi-tenger. A kereskedelmi útvonalak átalakulása közvetlenül érinti a nyugati világot. A többi között ez lehet az egyik oka, hogy Alaszkában több mint 8000 amerikai katona részvételével tartottak nagyszabású hadgyakorlatot február végén. Az amerikai erők mellett részt vett a mongol fegyveres erők egy gyalogos százada, és 600 kanadai katona, továbbá Svédország, Finnország és Dél-Korea is küldött csapatokat. A több nemzeti egységek gyakorolták például a 150 mérföld mélységű helikopteres csapásmérést, vagy az 500 mérföld mélységű csapásmérést rakétasorozatvetőkkel és hószánnal közlekedő speciális csapatokat is kiképeztek. Haditechnikai szempontból ugyanis komoly kihívások elé néznek a nagyhatalmak, mivel az északi sarkkör térségében jellemzően extrém körülmények uralkodnak. A NATO korábban szintén gyakorlatot indított újonnan csatlakozott skandináv területeinek védelmére, amelyen 13 nemzet több mint 20 ezer katonája vett részt a sarkvidéki téli körülmények között. Hát nem véletlen ez a katonai erődemonstráció, mert hogy 8 országnak kell megegyeznie ezen tengeri területekről. Az USA pedig erőteljesen sajátít ki térségeket. Nem csoda, hogy ez másoknak nem tetszik. Milyen válságot okozhat ez? Hát ez nem véletlen, a nagyhatalmi versengésnek lett az egyik főszintere, de én úgy gondolom, hogy az orosz fejlesztések azok olyanok már a jeges-tengeri partvidéken, hogy gyakorlatilag nagyon jelentős lemaradás van, mind az Amerikai Egyesült Államok felől, mind általában a nyugati hatalmak felől, úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy Finnország gyakorlatilag és Svédország NATO csatlakozása révén a NATO az hogyan, milyen módon tudja megerősíteni gyakorlatilag ezt a teljes északi-tengeri útvonalat, de hát ugye egy nagyon nagy kérdés lesz ez így Oroszország számára is, hiszen a jeges-tengeri partvonal és a jeges-tenger az északi hajózási útvonal, az gyakorlatilag innentől kezdve majd nem mehet tovább, tehát ez egy nagy kérdés, hogy bár az Oroszország és Kína közötti kereskedelmet ez jelentős mértékben fejleszti, de azáltal, hogy a szankciók, az Oroszország elleni szankciók, ezek minden egyes cégre is vonatkoznak, hogy semmilyen árukereskedelmi kapcsolat nem lett Oroszországgal, nem lehet az Oroszországban bejegyzett cégekkel bármilyen kereskedelmet folytatni, és sajnos ez mind azt jelenti, hogy innentől kezdve az, ami a északi sarkvidékről azt hittük, hogy egy békés terület lesz, ez innentől kezdve a nagyhatalmi versengésnek egy főszintere. 2,5 percünk maradt, és akkor alezredes úrja a szó. Az egyik fontos dolog, hogy amellett, hogy nagy nyugati egység látszik, ezeknek az országoknak egymással is vannak problémái. Tehát Kanadának például az Egyesült Államokkal, pont az északnyugati átjárónak a használata kapcsán, igen, ugye a két ország között súlyos feszültség van, de fontos lelőhelyek, ugye Alaszka északi partjainál lévő fontos tengeri lelőhelyeknek a tulajdonjogával kapcsolatban is vannak problémák, tehát ez még a jövő. A kérdésköre. Egy valami viszont biztos, hogy a rakéták legkönnyebben az északi sarkon keresztül tudják elérni egymás országait, ez pedig például a nyugati országok kapcsán a rakéta előrejelző rendszernek a telepítéséről szól most elsősorban, megpróbálják felújítani a régi bázisaikat és helyreigazítani azokat a korábbi visszafejlesztéseket, amelyek ugye megtörténtek itt a hidegháborút követő időszakban, és úgy tűnik, hogy mindenki arra törekszik, hogy a jelenlétet, a katonai jelenlétet is, meg a gazdasági jelentés egyre inkább erősítse. Egy záró pont, hogy az igazi fejlesztések ebben a térségben, ugye a Lomonoszov hátságról is szó esett, ott 10 milliárd hordónyi olajat gondolnak kitermelhetőnek. Grönlandon ugye a kínaiak is szeretnének kitermelni, de igazi gazdasági befektetés csak akkor tud megvalósulni, amikor megegyezések vannak, hogy valójában a határterületek hol húzódnak. Addig, amíg ez nincs, addig nem nagyon mer senki kockáztatni az ottani komolyabb befektetések kapcsán. Most felsoroltuk, hogy milyen konfliktus góc alakult most itt ki, Alaszkánál gyakorlatozik az Egyesült Államok és szövetségesei. Hát adódik a kérdés, hogy hogyan lehet biztonságos kereskedelmet folytatni ebben a térségben, hogyha ez egy ilyen konfliktus góc. Biztonságos kereskedelmet egyelőre csak is úgy lehet folytatni, hogy Oroszország és Kína között van kereskedelem. Tehát azáltal, hogy azt nézzük, hogy a Nyugat és Oroszország között milyen gyakorlatilag gazdasági vasfüggöny van,
ez a gazdasági vasfüggöny ez érvényesül, de hát ugye ez lesz az, ami hozzájárul ahhoz, hogy aztán majd milyen egy többpólusú világ szerveződik, és ezáltal gyakorlatilag most Oroszország úgynevezett nagyobb Eurázsia politikája pontosan azt jelenti, hogy nem a nyugat a kiemelten fő irány az orosz geostratégiának, nem sokkal inkább a kelet, az észak és a déli irány. Bennek Ágnesnek, Stier Gábornak és Fukis Ferencnek köszönöm szépen az elemzést, önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm, a felelős szerkesztő Nádori Teodóra nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk új, élő Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket. A viszontlátásra, a viszonthallásra.